Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió péntek esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket, rögtön mondom a nap legfontosabb híreit. Zárt parkolóval oldhatják meg a lakók gondját. Újra megnyitott a kapuit a Bajza utcai iskola. 1956 eseményei diák szemmel. 5 lépcsőház lakói házuk előtti szabálytalan parkolások miatt fordultak kéréssel önkormányzati képviselőjükhöz. Cirbus Gábor, hogy megoldást találjanak a problémára, lakossági fórumot hívott össze csütörtök délután. A Baltok általános iskolában tartott fórumot tegnap Cirbus Gábor azért, hogy a Makói Szegedi utca 1-3 és a Széchenyi tér 2-4 közötti kisközben megoldják a parkolási problémákat. Az itt élőknek régóta problémát okoz az, hogy a két töm közötti parkolót nem tudják használni, mivel sok a fürdőbe igyekvő turista ide áll kocsijával. Ez leginkább a nyári hónapokban és hétvégén okoz gondot. Nekünk a kérésünk az a Szeged utca 1-3-nak, meg a Széchenyi tér 2-nek, hogy a két ház közötti parkolást szüntessék meg, tereljék át a parkolóját a fürdő elibe, ott van parkoló, ki van építve. Számtalan parkolási lehetőség van, például a Teleki László utcán, a Holos Kornélia parkolóba. Sok parkoló van, nem törvényszerű, pont a Szeged utca 3-ba. Ott olyan állapot van, hogy annyira szűk a hely, hogy nyári szezonban egy tűzoltóautóval, egy mentőautóval oda fizikai képtelenségbe jutni. Már mi is beszámoltunk arról, hogy a város felülvizsgálja Makó közlekedését, ezért konzultációra invitálja a lakosságot egy kérdőív kitöltésével. Ez azonban speciális probléma, és Cirbus Gábor, a körzet képviselője már korábban ígéretet tett arra, hogy megoldást keres rá. Ennek első lépéseként összehívott egy lakossági fórumot, hogy az ott lakókkal közösen beszéljék meg a lehetséges új parkolási rendet. A mai fórumot azért hívtam össze, és hívtam meg az ott élőket, hogy erre egy közös megoldást keressünk. Nekem van egy konkrét elképzelésem azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne ezt a problémát megoldani, hogy a Makovesz téren kialakítottunk egy zárható parkoló rendszert, és javaslom azt, hogy próbálj bevált a Makovesz téren, és itt is egy hasonlót alakít. Amennyiben elnyeri az ők tetszésüket. A fórumon résztvevők nagy része egyetértett ezzel a megoldási javaslattal, így az alpolgármester aláírásgyűjtésbe kezdett. Ekkor majd kiderül, hogy az érintett 5 lépcsőházban hányan szeretnék, hogy megvalósuljon az ötlete. Ha az itt lakók nagy többsége partner lesz a zárt konzolos parkolási rend kialakításában, akkor ez jövő tavaszra készülhet el. Állandósulni látszik a magyar munkaerő piacon a szakember hiány, ezért hosszú évek után koncepcióváltásra kényszerültek a szakképzésben. Az átalakítás nagy mértékben érintette a makói kerít is, így ettől a tanévtől már egy új telephelyen, az egykori Bajza utcai iskola épületében is oktatnak. A magyar kormány még tavaly év elején fogadta el azt a szakképzési koncepciót, amelynek célja, hogy Magyarországon olyan jól képzett szakemberek végezzenek az iskolákban, akik el is tudnak helyezkedni a szakmájukban. Ezzel mélységében kívánják átalakítani a középfokú oktatás e területét. Makón ennek egyik elsődleges érintettje a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Návai Lajos Szakgimnáziuma szakközépiskolája és kollégiuma. A reform következtében az intézmény képzési profilja kibővült, így a 9-12. Évfolyamon szakgimnáziumi oktatás zajlik, melynek elvégzése során a nebulók az érettségi mellett egy-egy szakképesítéssel is távozhatnak az iskolából. Azonban, ha még egy évig nálunk tanulnak, akkor egy év alatt szerezhetik meg az OK és végzettséget, amellyel szintén munkát vállalhatnak, illetve ha szakirányban szeretnének a felsőoktatásban tovább tanulni, akkor előnyökhöz jutnak, hiszen akár a közgazdás, informatikai, kereskedelmi marketing pálya felé indulnak, akkor a felsőoktatásban pluszpontokat kapnak, illetve kreditbeszámítással a korábbi tanulmányaik miatt akár a képzési idejük is lerövidülhet. 3 éve indult a Návaiban a szakközépiskolai oktatás, amelynek keretében olyan szakmákat is tanítanak, melynek tudományát a diákok 3 év alatt sajátíthatják el, majd az OK és végzettség birtokában választhatják, hogy további 2 év alatt érettségit szerezzenek. Ennek következtében jelenleg több mint 120 diákkal több jár a keribe, mint korábban, így kinőtték a Posta utcai épületet.
Makóváros önkormányzat képviselőtestületének segítségével az intézmény egy új telephelyet nyithatott meg a volt Bajza utcai általános iskola épületében. A felújításra szükséges feltételeket a Nemzetgazdasági Minisztérium jóváhagyásával a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum biztosította, valamint a Duokor Ipari BT-től is jelentős támogatást kaptak. A felújítások elsősorban a tisztasági festés, mázolás, meszelés, a padlóburkolatoknak a cseréje, linoleum cserét jelent. Bízunk benne, hogy a bútorzat is a közeljövőben megújul, erre is ígéretet kaptunk. A tornaterem felújítására is sor került, az esőcsatorna, a tetőszigetelés felújítása, verébdeszka javítása, és hát mindenképpen szerettük volna, hogy az épület tiszta, esztétikus legyen, és a gyerekek szívesen jöjjenek hozzánk továbbra is nap, mint nap. Az iskola vezetősége az átalakulást követően a fejlődésre helyezi a hangsúlyt, így további szakmákkal és képzésekkel kívánják bővíteni az oktatási palettát. A közel 700 tanulót magába foglaló intézmény a jövőben a vállalkozásokkal is szorosabb együttműködésre törekszik. Ennek élen járói a Duokor Ipari BT és a Válker Kft., akik egy-egy tanműhely létesítésével biztosítják a tanulók gyakorlati tudásának minél magasabb színvonalú elsajátítását. A Duokor Ipari BT több területen is biztosít gyakorlatot a diákoknak. A tanműhelyekbe a bútoripari szakma alapjait tanulhatják meg a szakképzésben résztvevők, míg az egyetemisták a logisztika alapjaival ismerkedhetnek meg. Gyárlátogatáson vettek részt a makói cégnél a Szegedi Egyetem diákjai és a Kecskeméti Székhelyi Student Kft. Felnőtt képzésen résztvevő hallgatói a duális oktatás keretein belül. A képzés lényege, hogy a tanulók nem csak elméleti oktatásban részesülnek, hanem a termelési helyszínen kialakított helyiségben élesben tanulhatják meg a termelési logisztikát, a készletgazdálkodást, valamint az anyagszükséglet számítást is. Nagy hangsúlyt folytatunk arra, hogy a hallgatókat nem csak elméleti, hanem a régió legfontosabb ipari meg logisztikai szereplőivel is megismertessük. Nem titkolt, hogy esetleg potenciális munkahely vagy gyakorlati helyet találjunk nekik, illetve az itt folyó munkát megismerve tudjuk hasznosítani az oktatási tapasztalatainkban vagy munkánkban. A gyárlátogatáson résztvevő diákok nem csak a logisztikával ismerkedtek meg, hanem a termelési folyamatokkal is. A megkérdezett hallgatók elárulták, sikeresnek tartják a duális képzést, mert így az egész termelési folyamatba betekintést engednek számukra. Annak a családban is logisztikusok, és ez a pálya eleve el volt rendelve nekem valószínűleg, és ez a felnőtt oktatási képzésekben segít számomra. Két fél év során kimondottan szakmai tárgyakkal elsősorban nekem a logisztikát jelenti ez, annak minden területével a nemzetközi kereskedelemtől kezdve a beszerzésen át, az értékesítésen keresztül végigjárjuk valamennyi területét. Gyakorlat után is elvégeztem az iskolát, meg majd főiskolát, utána céget szeretnék alapítani, vagy saját vállalkozást. A Duokor Ipari BT nem csak a logisztika területén fogad diákokat, hanem azok a cég fő tevékenységével, a fa és fém megmunkálásával is megismerkedhetnek. A német tulajdonú vállalat fontosnak tartja, hogy a szakképzés helyben történjen meg. A kialakított tanműhelyben szakoktató segítségével képzik a gyerekeket, majd januárban ugyanitt tartanak záróvizsgát. A mostani új duális képzésben elsősorban az általános iskolából kijövő fiatal nemzedék jön ide szakmát tanulni, illetve hát vannak olyan diákok, akik másik iskolából jönnek, jelentkeztek át, gondolván avval, hogy ez a szakma egészen más fog nekik adni, és ebből kifolyólag vannak itten. Az itt végzett diákoknak a sikeres vizsga után a gyár állást kínál, de van olyan tanuló, aki tovább szeretne lépni, és a gyakorlati vizsga után egyetemre készül. Apával is néztük, tehát ilyen sorozatot, abba láttam, megtetszett. Ugye volt, hogy mutatott ilyen műhelyet, és úgy megtetszett a szakma. Sokan vannak a családban fémiparosok, így gondoltam, hát akkor én is beállok a sorba. Csak hát én nem akarok megállni egy szakmánál. Mindenképpen egyetemet akarok végezni.
A makói bútoripari cég évek óta hirdet rajzpályázatot az általános iskolás diákoknak. Ennek célja, hogy felhívja a figyelmüket a szakmára, és megismertesse velük a különböző munkafolyamatokat. Az osztályok a jövő hét folyamán gyárlátogatáson vehetnek részt, a diákoknak a gyárban szerzett élményeiket kell rajzba önteniük. Erről híradónkban mi is beszámolunk majd. Egy középiskolásoknak szóló interaktív vetélkedővel vette kezdetét ma délelőtt Makóváros 1956-os ünnepség sorozata. A József Attila Múzeum célja az volt, hogy a mai fiatalság megismerje és megértse, mi történt 60 évvel ezelőtt. 1938. október 11-én Orosházán született Isztitólis Ildikó és Makóra járt gimnáziumba. A forradalom híre késve jutott el ugye Makóra, és a fiatalok erről már kora reggel értesültek, és ők is felvonultak. Ildikó készített egy Kossuth címert, és azt ő vitte el a felvonulásra, és a Kossuth szobor előtt állt és elszavalta a nemzeti dalt, és ő lett a forradalom tüzének a lángralobbantója és a mozgalom fővezetője. Többek között ilyen hasznos információkra tehettek szert azok a csapatok, akik részt vettek a múzeum 56-os vetélkedőjén. A szervezők a történelmi megmérettetésre minden évben más iskolát hívnak meg. Az idei forradalmi hangulatú játszmában a József Attila Gimnázium két osztálya összesen 8 csapattal csatlakozott be. A kiállításban kell megadott instrukciók szerint kikeresniük az 56-os forradalom makói eseményeihez kapcsolódó információkat, és ebből egy rövid Facebook poszt szerű rövid fogalmazást kell írni. Mindegyik így 4 esemény dolgoznak föl, és aztán felolvassák egymásnak, és akkor így azt reméljük ettől, hogy kicsit tudatosul, hogy mi történt itt Makón a forradalom idején. Az adatgyűjtés során a tanulóknak többek között annak is utána kellett járniuk, hogy ki volt Institóris Ildikó vagy Tóth Ilona, valamint hogyan zajlott a makói felvonulás a Kossuth szobornál, és mi történt ezt követően a József Attila Gimnáziumnál. Az iskola előtt álló emlékművet is leborították, és ezzel mutatták ki a nem tetszésüket. A forradalom végét ugye mindenki ismeri, vereséggel zártuk, viszont egy üzenetet küldtünk a többi nagyhatalomnak is, hogy figyeljenek fel Magyarországra, és szerintem ez egy példaértékű tett volt, viszont nem hiszem, hogy ezt a mai napokban bárkinek lenne bátorsága végrehajtani. A diákok nem csupán a történelem órákon tanulnak sokat 1956-ról, hanem a minden esztendőben megrendezendő iskolai megemlékezések alkalmával is hallanak róla újabb dolgokat. Széle Velin gimnazista szerint a mai fiatalság számára követendő példa lehet elődeink hősies tettei. Szerintem ez egy nagyon fontos lépcsőforduló volt a rendszerváltáshoz, és ugye példát kell vennünk erről az eseményről, mivel mi is kerülhetnénk ilyen helyzetbe, és nekünk is fel kellene lépnünk ez ellen. Az ünnepi programsorozat ma délután egy 56-os kamara kiállítással, valamint egy emlékkönyv bemutatóval folytatódott. Ezekkel bővebben jövő heti híradóinkban foglalkozunk. Két könyvbemutatót is tartottak szerdán a József Attila Városi Könyvtárba. A Szirbik Miklós Egyesület makói kincses tár könyvsorozat második részét mutatták be, majd Radnóti Miklós dedikációit ismerhették meg az érdeklődők. Halász Tamás és Forgó Géza nevéhez fűződik a Szirbik Miklós Egyesület legújabb kiadványa, a Makói Bőrcsök Fotó 75 éve című könyv. Az egyesület alelnöke elmondta, a könyv apropóját az adta, hogy a család lebontott egy házat, és a padlásán nagy mennyiségű üvegnegatívot találtak. Ebből szemezgettek a szerkesztők. A bőrcsökfotónak körülbelül 9000 üvegnegatívja maradt vissza, vagy maradt hátra, és ebből egy olyan 500 az az üvegnegatív mennyiség, ami az én tulajdonom, és ebből választottuk ki azt a 122 képet, ami belekerült a könyvbe. A kiadvány célja, hogy bemutassa a Bőrcsök fotómester műveit, ugyanis a cég 75 évig működött Makón. Bőrcsök Sándor 1936-ban kezdte el a mesterséget, lánya Anna is éveken át készítette a szebbnél szebb portrékat a 2000-es évek elejéig. A könyv több évtized munkáit jeleníti meg. Egy nagyon nehéz korszakot
át tudunk tekinteni ezeken a képeken, gondolok itt a 40-es évekről és a 40 utáni korszakról. Hogy érdekes, hogy vannak benne például a Nyilas Keresztespárt Makói tagjairól kép, utána a szovjet katonák vannak, és olyan tűzoltókról is vannak például képek, akik már a szovjet minta szerint öltözködtek, de vannak benne például csendőrök is, tehát egy néhány évben belül készültek a képek, és egy igen nagy változást figyeltünk meg rajta. Ezután Bíró Balogh Tamás kiadványát, a Könyvel üzenek néked című kötetet mutatták be Radnóti Miklós dedikációival. A legújabb szerzeménye több száz dedikációt tartalmaz, és egyes köteteknél a történeteikre is kitér, és a címzettek életrajzát is közzéteszi. 15 év munkája alatt sikerült összegyűjtenem Radnóti Miklósnak 614 dedikációján. A dedikáció azt jelenti, hogy a saját könyveibe saját kezűleg írt bele ajánlásokat valaki számára. A könyvben találhatók a dedikációkról fotók is, betűhívó olvasatok, illetve a címzetekről életrajzi jegyzetek. Ezek az összes jegyzetek rajzolják meg Radnóti Miklós irodalmi kapcsolathálózatát. A két kötetet az érdeklődők megtalálják a József Attila Városi Könyvtárban, a Szent János tér 19/A alatt, a volt Galamb kollégiumban. Híradónk végén lássuk legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Zárt parkolóval oldhatják meg a lakók gondját. Újra megnyitott a kapuit a Bajza utcai iskola. 1956 eseményei diák szemmel. Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, vagy látogassanak el weboldalunkra www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megtudhatják, milyen időjárás lesz a hétvégén, azonban előtte elmondom, milyen műsorokkal várjuk Önöket az este folyamán. 18 óra 15 perckor a Fókusz című hírháttér magazint láthatják. 19 óra 15 perckor részletet láthatnak Rákász Gergely orgonaművész koncertjéből, 19 óra 45 perckor pedig a híradót ismételjük meg. Kedves nézőink, ez volt a péntek esti híradó, legközelebb hétfőn jelentkezünk újból friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!